láttam, hogy bementél a szobámba. És akkor ez mit jelent? Hát, hogy valószínűleg te csókoltál meg, azt jelenti. Borzatúj, korbélyes és szőnyítás terméke, pulcsi bőrgetáska kirakós, és még 100 több butájsevésző termék, link a leírásba. XB, igen, vegyék egy cicát nekem. Kicsicsák. De jót aludtam, jó reggelt? Olyan, mintha valami lenne a számon, de mi... Micsoda? Rúzsos a szám? De hát most... Ez hogy lehetség? Valaki megcsókolt? Ugye nem, az első csókom valaki idegennel... Hú... Ez mi? Hallottál valamit, XP Junior? Nem tudom, mi volt ez. Ti voltatok. Tuti, ti voltatok. Mi az a rúzsnyom a izé arcodon, Zsófi? Mi történt? Valaki megcsókolt álmomban, és tudja, hogy ti voltatok. Valamelyik őtök. Mondjátok el most! Hát figyelj, Zsófi, általában olyan jót aludtam más, én fel se keltem, szóval én biztos nem voltam. XP Junior? Hát én meg a szobája közelében, meg olyan büdös, ilyen emlék oda menni. Jó, hát akkor nem tudom, valaki más lehetett. Mindenesetre hagyja valamiket kajálni, mindjárt megyünk belóba, meg óvodába, szóval hagyja. Nem is segítetek? Szerintem ez nem olyan nagy dolog, ez csak egy csók, Zsófi. Ja. Ez nem csak egy csók, az első csókom is. Jajajaj, na figyelj, hagyja miket enni! Az első megtudod, mi volt egy kutyával, na szóval ne ügyelj! Igen, jól van, oké, hagyja miket enni, Zsófi, mondom, nem érdekel a hülyeséged, na. Hát jól van, ha nem segítetek, akkor kinyomozom magamnak, ti meg a fejeteket dugjátok egy hangyabolyba, jól van, felöllem, na hagyja miket enni, komolyan. De ha megtudom, hogy ti voltatok, én... Fú, szétfellek titeket. Menjél már, jaj, jó van, oké. Okay. Na, menjünk melózni, komolyan mondom, most már elegem van. Jól van, XP Junior, indulj az iskolába. Ja, ugye, engem is kicsit érdekel, hogy kicsókolta meg Zsófit, srácok. Nektek van tippetek? Írjátok le kommentbe. Viszont én nekem most melós napom van, szóval vágjunk is bele. Tényleg, de okos vagyok. Itt van egy kamera a szobámnál. És lehet, hogy fel is vette, hogy valaki bejött. Megyek is a pincébe, ott van a nyomozóirodám, és megnézem. Na akkor gyerünk, gyorsan nyomozzuk ki, hogy ki lehetett az, itten átmenjünk. Oké, hú, ez a gyönyörű iroda, jó. Leülünk ide, és nézzük akkor. Jól látom, amit látok? Lehet szemüveg kéne, de XP bement a szobámba. Micsoda? Nem, ez képtelenség, de nem. Zöld pólója neki van, akkor... XP... Jól van, nem? Szóval te voltál, oké. Én mondtam, hogy meg leszel verve. Hát meg leszel verve, akkor felállunk szépen, és szétverjük XP-t, haha! Lelelá, úristen, milyen jó, mindjárt végzek a melóval, és még csak reggel 7 óra van, az elég ügyes vagyok. Mi van, Zsófi? Mi a Isten bajod van, te nőszöné? Mi van? Nyugodj már meg! Hát valami a szobámban! Mi? Várjál már meg! Milyen kamera? Nyugodj már meg, komolyan mondom! Mi? Van kamera a szobád fölött? Igen, ott van a közelébe egy kamera, és láttam, hogy bementél a szobámba. És akkor ez mit jelent? Hát, hogy valószínűleg te csókoltál meg, azt jelenti. Nem, biztos, hogy nem én voltam, hidd el! Elmondom, miért voltam a szobádban. Na, mondjad. Jaj, gyere, megmutatom, nézzük végig akkor a felvételt. Gondolom, nem nézted végig rendesen, jól gondolom? Hát, jaj. Igen, jó, lehet. Igazából azért voltam, Zsófi, ma este a szobádban, mert... mondjad. Mert kíváncsi voltam, hogy milyen lenne kisminkelni magamat. És meg kisminkeltem magamat. Nézd végig a felvételt, gyere. Gyere, megmutatom, nézzük végig. Igen. Mi? Jesszus. XP, ez komoly? Hát jó, csak kíváncsi voltam, és nem is sikerült annyira jó ez a smink, de most nem ez a lényeg, na. De... Hát... Na jól van, Zsófi, látod, most már elhiszed, hogy nem én voltam, komolyan mondom. Jól van, igen, elhiszem, na. Jól van, de na. De hogyha nem te voltál, akkor XP Junior volt. Hát erre a következtetésre meg hogyan jutottál, komolyan mondom. Mivel hárman vagyunk, te nem voltál, ezért valószínűleg ő volt, szóval ennyi. Hát magadat is megcsókolhattad. Nem, jó, nehéz már ilyen. Jó van, oké, okay. Nagyon akkor nem tudom. Várj. Hol van XP Junior? A suliba van, na sok sikert, mentem dolgozni. Nem. Te jössz velem és kinyomozzuk ezt miért? A dolgot. De miért? Nekem nincs kedvem. Jó, hogy nem.
Jaj. Használtad a smink cuccaimat, szóval ez a minimum, hogy segítesz. Jó van, akkor menjünk a garázsba, komolyan mondom, srácok. Első viszont, hogy XP-s újra megcsúgolt a zsófit, ez annyira gáz. Na jó, beszállás a kocsiba, gyere, jó van, menjünk el XP iskolájába, vagy XP iskolájába, és akkor kérdezzük meg, hogy nézzük meg, hogy nyomozzunk amúgy. Habár én szerintem nem XP Junior volt, de hát majd a nézők meg írják meg, amúgy kiderül úgy, szóval gyere, menjünk szépen. Na gyere Zsófi, nézzük akkor meg, hol van mindenki? Hol van mindenki? Gondolom... Már óra van, mivel elmúlt 8 óra, szóval... Ah, biztos óráik vannak, de melyik teremben lehet? Ah, ez üres terem, a táncteremben esetleg ez is üres. Hol van XP Junior? Nem nagyon érdekel, hogy... Ha, nézd, itt óra van. Aha. Várjál. Uh-huh. Ha, ott van XP Junior. Egy könyv van a kezébe, ahogy látom. Valamit biztosan nagyon ír. Ez nem egy napló? Nem tudom, valamit nagyon-nagyon ír éppen. Mi lehet benne? XP. Ha? Mit tölgy rólam ír? Biztos. Hát nem tudom, de mindegy, majd kicsengetnek, addig üljünk le ide, és nem, akkor nem, majd... Nem, hova mész? Hova hát mész? Majd megkérdezi később tőle. Nem érünk rá ennyire, hát csomó dolgom van, gyere csak. Ez mi? Mit csinál? Mit akarsz? Itt kimegyünk, és meglessük. Mi? Az ablakból. Az ablakból mi? Azt akarod, hogy kimásznak abban a szemközti ablakba is, hogy megnézem, hogy mit ír? Komolyan ezt akarod? Igen, hát ez életveszélyes, ez a tetőn van konkrétan. Aj. Mit nyafogsz? Te vagy a férfi? Hát nem értem, hogy miről beszélsz. Jó, hát akkor ülj le, azt megcsinál, úristen, srácok. Jó van, oké, okay, kikúszok, nyugi van. Jó van. Oké, okay. Amúgy ezt nem tudom miért nekem kell, nem engem csókoltak meg. Jó, oké. Okay. Nem, te vagy a férfi, na. Jó van, oké. Okay. Srácok, ez nagyon magas. Jó. Oké, okay. Jó van. Ja, oké. Okay. Srácok, nagyon félek. Jó, oké, okay. nyugi van. Na, na, innen rálátok, na, nézzük, mit ír. Kedves napló. Ha megcsókoltam egy lányt, akit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. De sajnos nem mondhatom el se XP-nek, se Zsófinak. Ezt magamnak kell megtartanom. Örökre, igen! Ha? Kicsengettek! Úristen! Tényleg valami nőről írt, akit ma este megcsúkolt? Lehet, ez tényleg Zsófi? Úristen! Jó van! Oké, meg kell szereznünk azt a naplót, és meg kell néznünk, hogy izé mit írt vele, komolyan mondom. Ha? Melyik az én szekrényem, mert... És akkor... Valaki kire a naplomat elzárom! Hú, várom, mi is volt a kódom? 7, 8, 4, 5, 4. Éjszak, mit írom már? Túl sokat ettem, könyvben, aló! Na, láttál valamit, Zsófi? Igen. Szerintem most rakta be a naplóját abba a szekrénybe. Jó van, megnézem. Oké. Okay. Úristen, lakat van rajta, nem bírom kinyitni, Zsófi. Várjál, megpróbálom a kódokat. Azt mondja, 99561885. Ez így nagyon hosszú lesz. Hát nem tudom, mindjárt kijön a mosdóba, szóval haladjunk, nem tudom. De nem. Van egy ötletem. Úristen, mindjárt jön, oké, okay, mi csináljuk? Egy cseppecskét, menj arrébb, egy cseppecskét. Oké, mit tervezel? Jó van, hova mész? Haladjál! Zsófi, mindjárt kijön, és nagyon mérges lesz, hogy nyitoljuk a súlyába. Menj arrébb! Mit csinálsz? Zsófi, hova vagy már, mindjárt XP Junior, mit csinálsz? Nyugi. Mi az Isten ez? Siker? Itt a napló, megvan a napló, nálad van? Igen, itt van. Úristen, add ide! Gyorsan, oké, elolvasom, mi lehet bele, kíváncsi, mit írt bele. Kedves naplóm, ma megcsókoltam egy lányt, akit nagyon szeretek. De nem mondhatom el Zsófinak, mi... XP Junior! Megtudtuk az igazságot! Te csókoltad meg a közök szerint Zsófit ma este! De hát... Nem, én nem róla írtam. Hát ki másra, hát egész este otthon voltál, nem is mentél otthonról. Igen, otthon voltam, de... Aj, de jó, gyertek! Jó, XP Junior, most már komolyan mondom, szerintem biztos, hogy te voltál, hát más nem is kell a lakásra, komolyan mondom. Mi hova megyünk? Ez igazság. Ez mi? Ez mi, XP Junior? Jesszus. Kingmarina, én építettem Legóból. Mit? Építeti magadnak Legóból egy barátnőt? Te normális vagy? Mi az Isten? Jani, saját kezüleg. És mi a neve? Könyveléne. Könyveléne? Hát ez nagyon gáz, XP Junior, te jó ég! Jó, hát akkor ez szerint... És te ebben vagy szerelmes? Igen, szóval nem én voltam. De nem már! Isten. Hát akkor ki lehetett? Már nincs más, aki ebben a halászban, aki komolyan mondom. De már nagyon mérges vagyok, tudni akarom. Mi? Szóval hallottam én... Jelzár kocsízéket, tudod, hallgokat, meg ilyeneket. És amúgy... Ó, tényleg ott van a keréknyomok. És ezt miért nem mondtad eddig? Hát nem tudom, nem hittem volna, de most mi?
Jó, Istenem, jó vagy, gyertek akkor, komolyan mondom. Mi az isteni? Tényleg ezek keréknyomok. Valaki járt este a, itt a kertünkbe, srácok. Kocsi van ráadásul. És arra mennek azok a kocsinyomok. Várjatok? A szobám felé. Igen. És menjünk az autókereskedésbe. Elég gyanús, hogy valószínűleg onnan jött valaki, mert hát... Úristen, jó, menjünk, srácok. Köszönjük. Akkor most a hárman biztos, hogy nem voltunk. Szóval most a srácok mindenféleképpen mennünk, és ki kell tenítünk, hogy ki csókolta meg Zsófit, mert nagyon-nagyon érdekel. Ha menjünk akkor szépen Dave bácsihoz, ő biztos érzi. Jó van. Dave! Itt vagy, Dave bácsi! Igen. Na, figyeljen már, elég gyanús, hogy egy keréknyomokat láttunk ma este a házunk előtt, és hát valaki megcsókolta ma este Zsófit, és hát igen. Elég gyanús, hogy egy autókereskedésben vagyunk, szóval szerintem te voltál. Én? Igen, te csókoltad meg este Zsófit. Tudjátok, nekem van egy feleségem, és kettő gyerekem. Csalod a feleségedet? Fú, de paraszt vagy. Nem hiszem. Jó, de akkor figyelj, hoztunk egy ilyen bizonyítékot, itt van a keréknyom egyik darabja. Aha. Na, meg tudom mondani, hogy ez milyen kocsiból van, vagy hogy valami nyomot tovább tudnánk esetleg menni? Várj, megnyalomásra kezdtek a kereket. Fú, itt a nyalogatod a kereket? Jó, mindegy. Meg lehet így, jó, és most ezt is, egy kis... Fúj. Egy kis ürülék van benned, az most lényegtelen, mindegy. Oké, ez könnyű. Nem is kellettem elég ránézni, és ez a pizzafutároknak szokott ilyen kereke lenni. Pizzafutárok? Aha. Oké. Okay. Ott keressétek. Jó van, gyerünk Zsófi, irány a pizzászóval, már egyre közelebb vagyunk, forró nyomon vagyunk, srácok, már nagyon-nagyon érdekel, hogy kicsukolhatta meg Zsófit. Na jó van, X-Per City-ben csak egy pizzázó van, szóval biztos, hogy innen rendelt valaki pizzát. Uram! Halló! Tegnap este, körülbelül 10 óra körül járt innen bármelyik pizzafutár az Creeper utca 32-ben, a mi házunk alatt? Meg is nézem, azt mondja, hogy igen, rendeltek egy zanámis pizzát és egy sonkását. És tudja, hogy ki lehetett az? Megismerte a hangját, vagy valami? Nem tudom, nem nagyon hallottam őszintén megvolva. De bárki rendelhetett egy sonkás pizzát, semmi nyomunk nincs, Zsófi, erre? Igen, de várj, ennek már mondtam el mindent, nem figyelek, nem sima pizza volt az. Nem sima mi? Megkérte, hogy szórjuk meg egy kis kutyatáppal. Egy kutyatáppal? Valaki rendelt akkor egy kutyatápos pizzát a házunkhoz? Aha, fura volt, én inkább eszem a sushimat, meg ilyenek, de hát ő kutyatáppal kérte. Akkor a következő nyom Tapihoz vezet, hisz ő a kutyánk. Jól van, lehet, hogy Tapi rendelt egy pizzát. Úristen, de ezt nem is értem. Jól van, nézzük meg. Na gyerünk Zsófi, már nagyon forró nyomon vagyunk. Menjünk. Tapi, benne vagy, Tapi! Elfelejtel a fürdőbe. Most a fürdőbe? Jól van, oké. Okay. Jó, vizualizol. Jó van, nyugodj már meg! Nyugi, Tapi! Rajtad amúgy sincs soha ruha, miért izgulsz? Na, jó van! Ja, tényleg! Na, gyere már ki a zuhanyból, komolyan mondom! Hallod, ki rendelt tegnap kutyatápos pizzát ide? Tegnap este! Én voltam! Te voltál? És láttál valakit, aki megcsókolja a Zsófit a szobájába? Ja, az én voltam! Mi? Mi? Micsoda? Miért csináltad ezt? Valad egy kis vacsora, valad már ezen, és hát ajáltam. Micsoda? Mi? Volt még olyan száján, és lenyaltad? És ezt eddig miért nem mondtad? Hát nem kérdeztétek. Mi? Hát akkor Zsófi... Hát végül is mégiscsak a kis kutyánk tőle. Zsófi, téged nem is zavar, hogy az első csókod egy kutyától volt? Nem zavar, csak én. Isten, na, csak ez nagyon elég érdekes volt. Remélem tetszett az a videó, igen, akkor csoportosok egy lájkot, iratkozok, és a csengőt sem felejtsétek el nyomni. A következő videó találkozunk, gyertek el mindenféleképpen. Székesfehérvárra tudunk találkozni a FanFesten, illetve egy csomó másik videósra. Ez a videó egyet van, és a csengőt is mi volt, a csatlakozók, az Discord-szerűen, sziasztok!